A municipál városi közterület fenntartó cég munkatársai hozzák a fákat a Szent János negyedbe. Az utca adottságainak megfelelő fákat ültettek ki. Kérték a lakosok, hogy tudnánk esetleg ide fákat telepíteni ebben a zöld sávba, és cserébe ők folyamatosan gondoznák a fákat, tehát öntöznék, a talajt alatt eligazítanák, gyepet telepítenének, kaszálnák. Ez nekünk is nagyon előnyös, ugye, hogyha más is törődik a fákkal, más is odafigyel rájuk. Egy dolog ültetni a fákat, más dolog az, hogy ezt karbantartani. A karbantartás a nagyobb része a dolognak és a megterhelőbb része. Ebben az utcában konkrétan 11 darab oszlopos japán cseresznye került kiültetésre, ez a Amanogawa fajtája a japán cseresznyének. Nem terebélyesedik, tehát megint egy olyan helyre ültetünk, ahol nincs sok hely, de ezt igyekszünk minél jobban kihasználni. Az egyik lakos egy hölgy ötletét a többiek is támogatták. A szomszédnak, Süke Attilának is tetszett a kezdeményezés, aki szerint a fáknak több előnye is van. Az utcát szebbé teszi, kicsit mégis teszünk a környezetünkért ezzel, hogy kiültetik a fákat. Úgy gondolom, hogy a lakóközösség örömmel fogadja, és gondját viselik a fáknak. Megegyezünk egymás között, szerintem nem lesz vele probléma, tehát nem gondolom azt, hogy bárkinek gondot okozna pár négyzet fű nyírása, illetve fák gondozása, öntözése. Árnyék szempontjából is meghatalva a környezetnek a szebbététele, a levegő minőségét talán javítják a fák, minden téren pozitívan értékeljük. A fák kiültetése iránti igényüket mások is jelezhetik, amire az illetékesekkel való egyeztetés és a hely adottságainak felmérése után, valamint a lehetőségek függvényében kerülhet sor.